ha mi 300-an kimegyünk ebből a templomból, és hitelesen néljük a kereszténységet, akkor ezt a világot fel tudjuk forgatni. Mert nem csak 2000 évvel ezelőtt kellett Jézusnak kampányfőnök, ilyet a mai szóval, ma is kell. Jézus talán rajtad keresztül kell eljusson egyes családokban, rajtad keresztül kell eljusson közösségekben. De csak úgy tudjuk megtenni, hogyha Istenre mutató emberek vagyunk. Íme az Isten báránya, mondta János. Ő az, aki megteszi az Ószövetség utolsó lépését. Hát ő nem volt, mai szóval élve, egy ilyen simogató ember, egy ilyen mindenkinek megfelelő. Nem. Ő elmondta a farizeusoknak is, hogy a rossz szokásokat, a beidegződött rossz hagyományokat le kell bontani. Mert ezek akadályoznak meg abba, hogy az Úr elérkezzen hozzánk. És hogyha most magunkba fordulunk, és ránézünk a saját szokásainkra, a megrögzött dolgainkra, amiből nem tudunk kilépni, amik fogva tartnak, olyannyira a gondolataink, hogy látjuk a jót, érezzük, hogy meg, de úgy megszoktuk. Na, ezt kell átlépni. Amíg nem tudod átlépni, addig nem tud az Úr elérkezni hozzánk. Addig a lelkedben nem tud karácsony lenni. Lehet karácsonyfa, minden lehet, csak éppen az új érkezés nem megtörténni. Mert a saját gondolataid, a rossz szokásaid fogva tartnak. Még egyet mondok Jánosról, ami számomra fontos, hogy ő a puszta embere. Azt halljuk a mai evangéliumban, hogy kiment a pusztába, ahová utána mentek az emberek. És kedves testvéreim, számunkra is, ebben az adventben is kell ez a puszta. Az a puszta, meg kell keressem magamba, hol a csendnek, annak a helye, ahol találkozhatok önmagammal. Nem a kifényezett önmagammal, az illúzióimmal, hanem a valósággal. Mert addig változás nem tud létrejönni bennem, addig az Úr nem tud elérkezni hozzám, amíg nem találkozok azzal, aki én vagyok. A korlátaimmal, a sötét oldalaimmal, az árnyoldalaimmal, az értékeimmel, amelyeket mind magamhoz kell öleljem, mert úgy egybe vagyok az egész. És ha ezeket magamhoz közel tudom engedni, a határokat, ezeket a kemény megrögzött le tudom bontani, akkor Jézus elérkezik hozzá. De kell ez a puszta, kell ez a csend. Nem a menekülés, hanem megérezni a csendben a saját önmagamat. A saját létemet ki kell üresedjek ahhoz, hogy az Úr be tudjon lépni hozzám.